A Szent Efrém férfi kar műsorával kezdődött a Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíjak, valamint a Deák Dénes díj és ösztöndíj átadása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely és Látogatóközpontban kedd délután. A Koronázóvárosban élő és tevékenykedő, vagy a várossal szellemi kapcsolatban álló alkotók munkáját már több mint 3 évtizede segíti a két ösztöndíjprogram Székesfehérváron. Ehhez kapcsolódik hagyományosan a Deák díj, a Deák ösztöndíj és a Láncos Szegfű ösztöndíjaknak az átadása, amit mindig olyan személyiségek kapnak, akik vagy már az eddigi életművükkel alkottak olyat, hogy Deák Dénes díjba részesüljenek a kuratórium döntés alapján, vagy egy másik alapítvány kuratóriumi döntés alapján most szeretnének valamilyen olyan munkát elkezdeni, befejezni, amihez a Láncos Szegfű ösztöndíj keretében pénzügyi támogatást tudunk adni. Székesfehérvár kulturális életében kiemelkedően is a színház kultúra ápolásában, közkincsé tételében végzett kiemelkedő munkássága, valamint alkotói tevékenység elismeréseként a Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma Szikora Jánosnak, a Vörös Marti Színház igazgatójának adományozta idén a Deák Dénes díjat, amelyet a díjazott egy későbbi időpontban vesz át személyesen. A Deák Dénes ösztöndíjat folytatólagosan Bányai Balázsnak ítélték oda. Csurgai Horváth József a Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíjak átadása előtt rövid visszatekintést adott a közalapítvány 3 évtizedes történelméről, alapításának körülményeiről, valamint kiemelte, hogy a pályázatok elbírálásakor a döntés meghozatala sosem könnyű. Az augusztusi ünnepkörben, Szent Istváni ünnepkörben történik meg a díjak átadása. Általában 25-30, néha 40 pályamű érkezik be, és ez közül választja ki a kuratórium tulajdonképpen, hogy kik a pályaművek nyertesei. A Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíjjal tehát több alkotót is segítenek. Idén a beérkezett pályázatokból 16 nyert támogatást. Csurgai Horváth József végezetül reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódhat az alkotói munka támogatása, hiszen a munka megbecsüléséért még sok tennivaló van.